Pünkösd görög nyelven Pentekoszté, vagyis a húsvéttól számított 50. nap fontos ünnep a keresztény közösségek számára. Tatán hétfőn és vasárnap is ünnepi szentmisék, istentiszteletek várták a híveket, a keresztény egyház születésnapjaként is ismert jeles napon. A keresztény világ a Szentlélek eljövetelét, az egyház megalapítását ünnepli. Nem véletlenül tartjuk a nagy ünnepek sorában a pünkösdöt is, mert hogy valami olyat nyújt, amit a többi ünnep nem, ez a megújulásnak, a megtisztulásnak az ünnepe, és nem véletlen, hogy azért a néphagyományokban is, meg itt is, ott is ez a megtisztulásról szóló ünnep, tűzről szól, a tűz is a megtisztulást jelképezi, és az ünnepi üzenet is e köré csoportosul, hogy miként tisztulhat meg az ember élete, hogyha Isten az ő lelkével megajándékozza, akkor az egy belső megtisztulást eredményez, és ez a belső megtisztulás pedig azt is eredményez, hogy aztán körülöttünk is megtisztul minden. És egy olyan kép jutott eszembe így az ünnepek kapcsán, ami a tataiak számára ismerős lehet, a fényes tanösvényen, ahogy járunk, ott jönnek föl a források a földből, és akkor lehet látni, hogy vannak tiszta területek, körülötte meg így algásabb, zöldebb minden, és én ehhez hasonlítottam a Szentléleknek a munkáját, hogy megtisztít belülről minket, és amikor a tisztaság tör elő belőlünk, akkor az a környezetünket is tisztává teszi. És a pünkösd ünnepének ez a lehetősége, hogyha Isten szent lelke bennünk van, és bennünk lakik, akkor nem csak a saját életünk lehet tiszta, hanem a környezetünk is tisztává válik.